egy nagyon különleges összefoglalást fogunk hallani. És ennek a különleges összefoglalásnak Karesz azt a címet adta, hogy falat, konfliktusok, vagyis minden, ami kell a túléléshez. Ennek az értelmezése a germán gyógytudomány szempontjából. Nagyon érdekes ez a téma, és szerettem volna egy pár gondolatot hozzáfűzni a germán gyógytudomány szempontjából. Ha a falat konfliktusokra gondolunk, akkor elsősorban táplálkozásra kerül sor, az első gondolatunk ide hoz bennünket. Milyen fontos, hogy minden megbeszélés, minden nagyon jellegzetes, jövőnkre hatással bíró döntést általában egy ebéd vagy egy vacsora asztal mellett beszéljük meg, vagy ezen ünnepeljük, étkezéssel ünnepeljük meg. A bőséges étkezés, mint olyan, a jó módot, a gazdagságot jelzi. Emlékszünk arra is, ugye, hogy a nincs betevő falatja sem valakinek kifejezést, a szegénységre hivatkozva mondjuk. A falat szó megjelenik a szeretet nyelvünkben is, hiszen például egy aranyos kisbabát hajlamosak vagyunk egy cukorfalatnak nevezni. De hallottam olyan kifejezést is, hogy valaki olyan jó ember, mint egy falatkenyér. Lám az átlag ember szókincsében is itt vannak a falathoz köthető élmények. De vajon mit jelent ez a falatkonfliktus a germán gyógytudomány szempontjából? Erről fog nekünk egy fantasztikus előadást tartani dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és germán gyógytudomány terapeuta. Fogadják meg szeretettel! Szép estét kívánok én is mindenkinek, és Réka nagyon jól rávilágított arra, hogy a falaknak nem csak a táplálkozással kapcsolatos fogalma van meg bennünk, hanem nagyon sok mindent falatként élünk meg, és ezért is tettük idézőjelbe itt, hogy falat konfliktusok, vagyis minden, ami kell a túléléshez. És ezt a germán gyógytudomány szempontjából megnézve rá fogunk jönni, hogy a legtöbbször nem is táplálék falatról van szó, amikor elindítunk egy biológiai programot, sokkal inkább másról, és ezért ez az egész egy nagyon érdekes témát fog a ma estére számunkra biztosítani. A germán gyógytudománynak az atya, ugye dr. Rike Gerd Hámer, és azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy megértsük az itt következő fejtegetéseket, mondja a Hámer doktor, teljes mértékben megértsük, feltétlenül szükséges megértenünk a germán gyógytudományt, ami azért lett germán gyógytudomány, mert új medicinaként jelent meg először, aztán germán új medicina, ez a GNM, és ezt aztán Hámer doktor germán gyógytudománynak nevezte el, pontosan azért, hogy különbséget tegyen mindenféle új medicinával kapcsolatosan, amelyek közben ugye megjelentek az ő tudománya mellett. Azt tudjuk, hogy az ő tragédiája okozta azt a felfedezést, ami a germán gyógytudomány öt természettörvényének a felfedezéséhez és a tudományos táblázat kidolgozásához vezetett, és még számtalan nagyon jó összefoglalásnak, könyvnek a megírásához. Rike Gerd Hámer egy fantasztikus orvos, teológus és fizikus is volt egyben, és amikor 1978. augusztus 18-án a csónakban albó fiát, Dirk Hámert két lövéssel halálosan megsebesítik, 111 napon keresztül küzd a fia életéért, majd 78. december 7-én Dirk Hámer, a fia, 19 éves fia meghal a karjai között. Nagyon rövid idő múlva, két hónapon belül Hámer doktornak heredaganata alakult ki, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése között. Ezt kezdte kutatni, a kollégái megszállottnak nézték, arra fogták, hogy hát meghalt a fia, és hát biztosan nincs meg, nem éppen teljes a kollégájuknak az érzelem és gondolatvilága, de Hámer doktor már azt kutatta, hogy milyen
érzelmi megrázkódtatások milyen szervi elváltozást fognak elindítani, és 1981-ben bejelenti a rák vas törvényét, és akkor mindenki megdöbbent ezzel kapcsolatosan, hisz rámutatta ebben a biológiai törvényben arra, hogy valójában mi a rák kialakulásának az oka. Még mindig kutatjuk, már nem tudom hány évtizede a rákot, és még mindig nem fedeztük fel, hogy mi okozza a rákot, és mivel nem tudjuk okozni, ugye ezért van az, hogy de tudjuk kezelni, illetve félrekezelni. Tehát az mindenféle ráknak, illetve rákkal egyenértékű biológiai programnak az oka egy drámai, tehát egy érzelmileg megérintett történet, ami hirtelen érkezett, súlyosan érintett meg, és magányosan éltem át ezt az érzelmi konfliktust. És benne ragadtam. Na most mindig lesznek az életünkben váratlan, meglepetésszerű, súlyos érzelmi megrázkódtatások, de a kérdés az, hogy lezárjuk-e még aznap a történetet békében, megbocsátással, elengedéssel, vagy benne ragadunk a konfliktusban. Mert ha benne ragadunk a konfliktusban, és nem beszéljük ki magunkból mindazt, ami érintett minket, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog bennünk egy szervi elváltozást elindítani. Vagyis, ha van valakiben egy szervi elváltozás, amit nem hiányos betegség, nem baleset, nem sugárzás, nem mérgezés okozott, akkor biztos, hogy ez a szervi elváltozásnak az agyban ott van a lenyomata, ezt Hammeri Ghostnak nevezzük, és ez előtt mindig egy lelki megrázkódtatást kell megtalálnunk. Hammer doktor egy fantasztikus tudományos táblázatot alkotott meg, amiben távirati stílusban mutatja be számunkra a lélek agyszerv tengelynek az összefüggéseit, fogok még erre ma utalni. Azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában a biológiánk mindent lefényképez idézőjelben. Tehát rögzíti a színeket, az illatokat, azt, amit éppen emésztünk, és ezek lesznek azok a sinek, vagyis azok az emlékeztető körülmények, amelyek most már az értelmes biológiai különprogramot el tudják újraindítani konfliktus nélkül. Tehát nem kell újra meg újra megéljem ugyanazt a konfliktust, elegendők az emlékeztető körülmények, és az értelmes biológiai különprogram, EBK-nak rövidítve itt, ez pontosan be fog indulni, és csak arra mutat, hogy nem oldottuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg kellett volna feloldanunk. Tehát nem a sinek keresésében és a sinek kerülgetésében kéne az időnket eltöltenünk, hanem a sineket arra használni, hogy rájöjjünk, hogy mi is az az érzelmi konfliktus, amit meg kell oldanunk. A sinek nagyon jók, a sinek állatoknak, a vadállatoknak is figyelmeztetést adnak, hogy hasonló körülmények között megütötted a bokádat, és azonnal menekülésre készteti őket. Tehát a sinek nem a szivatásunk miatt vannak, a sinek azért vannak, hogy emlékeztessenek arra, hogy még van bennünk valami, amit nem oldottunk meg. És ezeknek a sineknek lesz köszönhető a krónikus betegség, az allergia, a visszatérő betegségek, és a többi, és a többi. Tehát összefoglalva, az első biológiai természettörvénynek a lényege, hogy az érzelmi megrázkódtatás indít el minden szervi elváltozást az agy közvetítésével, és ha ezt érzelmileg oldom meg, akkor megoldottam, és a sinek is eltűnnek. Ha nem oldottam meg érzelmileg, csak éppen mással kezdtem el foglalkozni, akkor átmegy gyógyulásba az a bizonyos program, csak hogy a sinek miatt újra és újra el fog minket kapni egy-egy kellemetlen tünet. A lényeges megállapítás az is, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nem az számít, hogy éppenséggel mi történt, ezt mindenki el tudja mondani, ezzel mindenki el tudja tölteni az idejét. De hogy valójában mit éltél meg, mi az, ami
amit lelkileg megrázott, amit nem tudtál elmondani, megosztani senkivel, na ez lesz az, ami nagyon, de nagyon lényeges, mert ez lesz az, ami ahhoz kell, hogy megértsük, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mert csak ő tudja elmondani, hogy egy adott körülményt ő hogyan élt meg. És ez a folyamatosan visszatérő kép, ugye Hammer doktor könyvéből egy példa, hogy a történet ugyanaz, egy nő rajta kapja a férjét, hogy megcsalja, de az, hogy ő ezt hogyan éli meg, ez különböző történeteket indíthat el benne, vagy szexuális frusztrációs konfliktust, amikor hát miért nem vele, és miért egy másik nővel bújik az ágyba, és ugye jön a mély nyak érintettség, amit nem HPV elleni oltással kéne megoldani, hanem a féltékenységnek a megbeszélésével, a féltékenységnek a megoldásával, a birtoklási vágynak a megszüntetésével, és akkor, kedves hölgyeim, soha, de soha nem lenne ményakrákja senkinek. Aztán ott van a központi önleértékelési konfliktus, ami aztán az egyik legrombolóbb érzés, mert mindenünket tönkre tudjuk tenni, mert az önleértékelés önpusztítás, és annak függvényében, hogy hogyan éltem én meg, miben írtam én le magamat, fog a biológiám reagálni. Ha a szexualitásomban írtam le magam, akkor nyilván a személyrem csontom lesz érintett, ha a személyiségemben írtam le magam, az ágyéki gerincoszlopom lesz, stb. Stb. Aztán, ha félelemundorként éltem meg ugyanazt a történetet, mert ugye az a nő egy prostituált volt, vagy itt még rászoktam trónfolni, hogy nem is egy nővel, hanem egy másik pasassal volt a férjem az ágyban, na akkor természetes, hogy kiráz a hideg, megijedek az egésztől, és a hasnyálméri glukagon termelő alfasejtjei lesznek érintve, vagyis a cukorháztartásomat fogja érinteni ez az egész történet. De ha a legzavaróbb ebben, hogy az én ágyamban kaptam rajta őket, és miért nem mentek el valóban, akkor természetesen a területkijelölési konfliktusnak tünetei lesznek a vezetők. De el kell mondjam, hogy az élet nem ilyen egyszerű. Amikor történik velünk valami, azt nem egyetlen konfliktusba szoktuk megélni. Akkor nagyon összetett a dolog, és az, ami nagyszerű, hogy a biológiánk, mint egy érzékeny műszer, minden érzelmi megrázkódtatásra ad egy biológiai választ, és természetesen ebből tudjuk, hogy mi az, amit még helyre kell tennünk. Tehát a betegség már ebből a szempontból is vizsgálva nem azt jelenti, hogy szivatás, hanem egy nagyon jó visszajelzés számunkra, hogy hol nem élünk még békében magunkkal és a világgal. A második biológiai természet törvényben Hammer doktor rájött arra, hogy minden ilyen program két szakaszban zajlik le. Amint látjuk, van egy konfliktus aktív szakasz az első és második függőleges vonal között, és van egy megoldási szakasz a második és harmadik függőleges vonal között, a vízszintes tengely pedig az időtengely. Mi a különbség a konfliktus aktív szakasz és a konfliktus megoldást követő szakasz között? Hát a nagy különbség az, hogy akkor, amikor úgymond betegek vagyunk, akkor nincsen betegségtudatunk. Amikor meggyógyulunk, akkor már van betegségtudatunk. Ezt nem értem. Kifejtenéd? Természetesen. Tehát itt ez kellene megértenünk, hogy éppenséggel, ha tudjuk, hogy hogyan zajlik le minden értelmes biológiai program, akkor már nem fogunk kétségbe esni, nem fogunk pánikba esni, tudni fogjuk, hogy mi a helyzet. Tehát az első vonalon ott van a DHS, a Dirk-Hammer szindróma, ugye a fiáról, Dirk-Hammerről nevezte el Hammer doktor azokat az ismérveket, azt az öt feltételt, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán beinduljon egy ilyen bennünk lévő túlélő program. Tehát ez mindenkiben ott van, a kérdés az, hogy ki mikor indítja el. A konfliktus pillanatától kezdve, ugye azt mondtam, hogy stresszben leszünk. Ezt egy szóval így szoktuk kifejezni, vagy azt mondjuk, hogy stresszes az életünk, mert teli vagyunk konfliktusokkal, és akkor mi a helyzet? A vállalkozó ember este nem tud elaludni, kattog az agya, a mai napon, a holnapi napon, és a többi. Hol a múltban van, hol a jövőben, csak a pillanatban nincs. Csak annak nem tud örülni.
és nem véletlen, hogy emelkedik a vérnyomása, mert minél több programot indítok el, annál inkább emelkedik a vérnyomásunk, ezt fogják eszenciális hipertóniának nevezni, ugyanis emelkedik a szívverésnek a száma, tehát a pulzus szám, emelkedik a vérnyomás, emelkedik a légzés szám. A sokáig fennmarad ez a konfliktus aktív szakasz, akkor természetes a stressz hormonok is besegítenek abban, hogy megoldjuk a feladatot. Ne feledjük el, a konfliktus aktív szakaszban már a lelki megrázkódtatásra kapok egy biológiai választ, egy biológiai segítséget. És mivel a sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, így vagy a sejtek építése, vagy a sejteknek a sorvasztása, vagy a működés változás lesz az, ami beindul ebben a szakaszban. Tehát a lelki megrázkódtatásunkra már biológiailag, mondjam úgy, hogy gyógyulást kapunk, gyógyírt kapunk, vagy a sejtek számának a változtatásával, vagy a működésnek a megváltoztatásával. Ez alatt az idő alatt ugye nincs étvágyunk, nem eszünk, lefogyunk, és hideg lesz a kezünk, hideg lesz a lábunk, gondoljunk arra, amikor izgulva bementünk az első felvételi vizsgánkra, hogy kinek volt akkor száraz a keze, nem? Hát nedves, az hideg. Az enyém még remegett is egy picit. Na látod. Még a hangom is. Még a hangod is. Tehát ezek azok a tünetek, amelyek konfliktus aktív szakaszban jelentkeznek. És nem mi betegnek érezzük magunkat, hanem idegileg feszültnek, stresszesnek. Amikor ezzel az állapotból kilépünk, akár tudatosan, akár tudatlanul, akkor beindul a megoldás. A KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelenti, amikor a biológia átkapcsol, és mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a segítségünkre megtett, azt helyre fogja állítani. Teljesen normális, hogy ez, ennek így kell történnie, mert ha sejtet építettünk, vagy sejtet bontottunk, akkor a megoldási szakaszban helyre fogja állítani a sejteknek a számát, illetve helyre fogja állítani a működés változást. Csak hogy a sejtek számának a helyreállítása, akár bontásról, akár építésről van szó, nem fog tünetmentesen megtörténni. Itt jön a fájdalom, a gyulladás minden szépsége, tehát hogy piros, hogy duzzadt, hogy meleg, hogy fájdalmas, és hogy a működésben visszafogott lesz az adott szervnek a működése. De a víznek a beáramlása okozza itt kérem szépen a duzzanatot, és ez a víz nem csak szervi szinten jelenik meg, hanem az agyi központban is, mert minden lélek agy szerv szinten zajlik le. Tehát fejfájásunk is lesz, nem is kevés. És a gyulladásos tüneteknek az epileptoid krízis vett véget, ez a felfele mutató kék nyíl. Ez nagyon lényeges szakasz, mert ez kell ahhoz, hogy a víz kinyomódjon az agyi központból, hogy az idegi központ helyre tudjon jönni, hogy kipréselődjön belőle a víz, kell az epileptoid krízis, és azért is kell, hogy ne süllyedjünk itt le a legmélyebb vagotóniába. Mert ha itt a legmélyebb vagotóniába leérkezünk, akkor ott megáll a szívünk. És minden olyan fájdalomcsillapító, ami morfium vagy morfium származék, akár szintetikus, ilyen erős kábító fájdalomcsillapítóról beszélünk, ebben a pontban leállítja a szívet. Tehát ezért kell kerülni ezeknek a tapaszoknak és gyógyszereknek a fogyasztását fájdalom ellen, mert ez végzetes. Tehát bent vagyok a gyógyulási szakaszban, kapok egy fájdalomcsillapítót, és leáll a szívem. Tessenek elgondolkodni rajta, a fájdalomcsillapításról külön webkonferencián beszéltem. Nos, amikor elindul a víznek a kipréselése az agyi központból, természetesen szervi szinten is ez megtörténik, és utána jön egy második meleg tünetekkel teli szakasz, a hegesedési fázis. És ekkor fogja a szervezetünk helyreállítani végleg azt, amit első lépésben ugye mi tudatlanul tönkretettünk. Csak hogy ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ehhez extrém fáradtságot fogunk kapni ajándékba. Azért, hogy maradjunk az ágyban, maradjunk veszteg, és hagyjuk, hogy a biológia rendbe tegye mindent. Most aki nincs tisztában azzal, hogy ez az extrém fáradtság,
Ez a gyógyulásának a legfontosabb tünetei közül az egyik. És hogy innen már csak napok választják el ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljon, nos azok az emberek itt hát feladják. Feladják, és az az ember, aki feladta, azon nem lehet segíteni. Tehát nagyon lényeges ismerni a két szakaszát ennek a történetnek, pontosan azért, hogy tudjuk azt, hogy hol tartunk, és hogy ennek a Hámeri iránytűnek az alapján ki is számítható, hogy valamelyik programnak hol lesz a vége. Természetesen ehhez tudnunk kell, hogy magát a konfliktust ki mikor élte meg, és ezt mikor oldotta meg. És akkor fogunk tudni mondani valamit, hogy mikor jön az epileptoid krízis, és hogy mikor a fut ki. Igen ám, de hát ez a kifutás, ez nem ilyen egyszerű, mert ugye előfordul, hogy meg se oldjuk a programot, és benne maradunk folyamatosan a konfliktusba, ugye? Vagy megtörténik az, amit említettem, hogy nem érzelmileg oldottuk meg a konfliktust, tehát amikor újra meg újra sínre kerülünk, akkor kifut újra és újra az egész program, ez a policiklikus lefolyás, ezt recidíváknak fogják nevezni a medicinában, és itt van a gyönyörű függőgyógyulás, ami csak annyit jelent, hogy a fájdalom szinte állandóan megvan. Hullámzik, hol erősebb, hol kevésbé van, de állandóan jelen van. Miért? Azért, mert elakadt a gyógyulási folyamat itt a megoldási szakasznak az első részébe. És nem jutott el még az epileptoid krízisig sem. Ezek a kék szakaszok, ezek a sínre kerülésnek a jelei, vagyis újabb meg újabb konfliktus aktív szakaszok ismétlődnek, tehát ha túl gyakran kerülünk sínre, naponta, két naponta, akkor azt jelenti, hogy állandósul a fájdalom. Ha a sínre kerülés, az két sínre kerülés közt hosszabb idő telik el, akkor policiklikus lesz a lefolyás. Mondjuk fáj a gyomrom ősszel és tavasszal. Ez tökéletes a policiklikus lefolyásra. De amikor állandósul a fájdalom, akkor azt jelenti, hogy szinte folyamatosan újra meg újra sínre kerülök. Nos, itt a krónikus betegségek okait, ha megnézzük, és megnézzük Hammer doktor tudományos táblázatát, akkor nyilvánvaló, hogy ezeknek alapján még újabb három táblázatot lehetne a Hammeri táblázat mellé tenni, de nem kell ezt megírni senkinek sem, csak tudni kell az egyes programoknál, hogy az ilyen lefutást már hogyan nevezzük. Mindig nem az a lényeg, hogy okoskodjunk, az a lényeg mindig, hogy tisztázzuk a konfliktust, és azt érzelmileg megoldjuk. Nem kell megtanulni senkinek sem a germán gyógytudományt szóról szóra, vagy nem tudom én milyen mélységekig belemenni Hammer doktor összes munkájába, mert a lényeg a megoldáson van. Amikor azt megoldottam érzelmileg, akkor a sínek eltűnnek. Ha nem oldom meg érzelmileg, akkor szenvedhetek tovább nagyon sokáig. Hammer doktornak a szavait idézem a következőkben. Az agytérképek, amelyeket először 1983. augusztusában és szeptemberében állítottam össze, tartalmazzák az agy minden részéhez tartozó szervet és minden szervhez kapcsolódó konfliktus tartalmat. Konfliktus megoldás esetén a rák vastörvénye és a megbetegedések két fázisú lefolyásának törvénye az előfeltételeit képezték annak, hogy felfedezzem a harmadik biológiai természettörvényt, azaz a rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikailag meghatározott rendszerét. Ez a törvény nem csupán a rákos megbetegedésekre korlátozódik, hanem a rák ekvivalensekre is. A rákos megbetegedésekhez hasonló, tehát minden megbetegedésre is érvényes. Dr. Rike Gerdhammer. Tehát Hammer doktornak az első és a második természettörvény segített abban, hogy eljusson a harmadik természettörvényhez, és ehhez ő visszanyúlt az embriológiához. Szóval itt tartunk a három csiralemeznél, és ennek a keresztmetszeti képét látjuk, és ezekből a nyilakból
rögtön látszik, hogy minden szervünk, minden szövetünk ebből a három csíra lemezből alakult ki, mint az elültetett magból a növény minden része. Mélységesen bocsánatot kérek. Tessék. Az előbb az a megtiszteltetésért, hogy Hammer doktor sorait tudtam felolvasni. Igen. De bevezettél egy új fogalmat, hogy három csíra lemez. Honnan jön ez elő? Mikor találkozunk ezekkel a csiralemezekkel? Naív laikusként nem biztos, hogy mindenki érti. Én például szeretnék rendben erről bővebben tudni. Szóval mielőtt a csiralemezek létrejönnének, megtörténik a megtermékenyítés. De csak idáig kell elmenni. Igen. Igen. Tehát amikor a megtermékenyítés, igen, azt jelenti, hogy az undósejt behatolt a petesejtbe, és elindul, összeadódik nyilván a genetikai állomány, kiegészül a kromoszómaszám, és elindul a sejtosztódás. Egy nagyon gyors sejtosztódásról van szó, amit hát nevezhetnénk rákos daganatnak, csak hogy ebből gyerek lesz, tehát akkor ez egy jó indulatú daganat, nem? Szóval, amikor elindul a sejtek osztódása, nagyon gyorsan, ezt majd amúgy minden tanfolyamon be fogom ezután mutatni, képi anyagban. Szóval akkor a megtermékenyítés a pete vezeték külső harmadában történik. Onnan ennek a folyamatosan növekvő, osztódó petesejtnek be kell jutnia a mélyüregbe. És eltelik 8-10 nap, míg eljut a mélyüregbe, és felveszi a kapcsolatot a méhnyálkahártyával, vagyis az anyai szervezettel. Itt fog kialakulni aztán a méhlepény vagy placenta. Na most akkor, amikor ugye ő belefúródik a méhnyálkahártyába, abban a szakaszban már kialakul ez a három csíralemez, amit itt látunk keresztmetszeti képben, Hammer doktor színeivel sárga, narancs és piros színekben, és ebből a három csiralemezből alakul ki minden szervünk, minden szövetünk, amint azt itt látjuk, és azt is mutatja ez a rajz, hogy melyek azok az idegi központok, amelyek az adott szerveket vezérlik. És ez azért nagyon fontos, mert ha én ezt látom, hogy a csiralemez eltűnt, abból nőttem én ki, akkor természetes, hogy a metasztázisok, vagyis az áttéteknek a meséje, az az egyik legtudománytalanabb mese, ami létezik a világon, hiszen az a sejtem, ami az belső csiralemezből alakult ki, és sárga színnel jelölöm, hogy a fenébe tudna átmenni, és egy másik sejté alakulni, mikor már csiralemez nincs. Tehát akkor a metasztázisok, az áttétek, azok gyakorlatilag lehetetlenek? Abban a nincs olyan értelemben áttét, hogy a prostata sejtem elindult, és a csontjaimba áttétet csinált. Viszont jogom van egy konfliktus során, vagy következmény konfliktusként sok mindent megélni. És minden egyes felnőtt oldott konfliktusra elindítok egy újabb programot. És mivel ugye a mai orvostudomány nem nyúlt vissza idáig, bár mindenki tanult embriológiát, éppen ebből adódik, hogy összekötjük mindazt, ami megjelenik egy betegség kapcsán. Ha még megjelenik ez, meg az, meg amaz, hát akkor az biztos attól van. Tehát, ha jól értem, nem az a kérdés, hogy cáfoljuk-e, hogy megjelent ott is egy rákossá változás? Nem, ezt nem cáfolom, hát senki nem cáfolja. Csupán az a tény, hogy ez annak az elsőnek az áttéte, pontosan, vagyis nem annak a következménye, nem, hanem egy társult egy újabb konfliktusra adtam egy újabb biológiai választ. Nézzük meg akkor, bocsánat, ha már ebben a témában kicsit belemennénk egy pillanatra. Miért van az, hogy a nagyon sok embernek például májáttéte van, vagy tüdőáttéte? Hát mert ugye itt jönnek aztán a külön programok, a máj, a tüdő, minden szervnek megvan a maga feladata a szervezetünkben. Ugye, mert több sejtűek vagyunk, nem egysejtűek. Egy sejtű mindent megold önmagában, de mi több sejtűek vagyunk. A máj sejtjeinknek az a fő feladata, hogy a táplálékot biztosítsa az egész szervezet számára. Tehát mi lesz számára a konfliktus? Az táplálék hiánya, vagyis az éhenhalás konfliktus. Mi a tüdőnek a feladata? Csak józan paraszti észel. Mi a tüdő feladata? Az, hogy megkösse nekem az oxigént a belélegzett levegőből, és a széndioxid pedig jusson a kilélegzett levegővel ki a szabadba. Tehát ő a, úgy mondjam, a levegő felelős.
És mi az, amivel mi most a túléléshez, mi kell a túlélésünkhez? Kell levegő, kell táplálék, táplálék, mi kell még? Víz. Víz. És azért nem árt némi fény. Fény meg hang. Oké, okay, és már a mai napi témánál vagyunk, mert ezek a falatok, amelyeket meg kell szereznünk, és mi lesz az, amivel a legkevesebb ideig kibírjuk? Levegő, víz, táplálék, fény, hang. Mivel bírjuk ki a legrövidebb ideig? Igen. Hát talán levegő nélkül. Hát természetesen, hogy levegő nélkül. Vagyis mi lesz az a konfliktus, ami a tüdőszövet szaporulatát beindítja? A halálfélelmi konfliktus. Lásd, tüdőről szóló webkonferencia anyag. És az is falat konfliktus, mint olyan. Hát igen, mert a túléléshez szükséges levegő falat, víz falat, táplálék falat, fény falat, hang falat, ez mind falat, biológiai értelemben. Ezért is tettem idézőjelbe a falatot már a címen. Tehát ezeket meg kell kapnom, meg kell szereznem a túlélésem érdekébe. Ezek az alapdolgok. De van egy megnyugtató válaszom. Mindenki, aki hallgat, ugye van levegője? Biztos van. Van vize? Hát nagyon remélem. És remélem, hogy mindenkinek van legalább holnapig valami ennivalója. Tehát a jó hírem, ma este nem fog meghalni. Azért, mert van levegője, van tápláléka és van vize. Tehát a túlélésünk biztosítva. A túlélésünk biztosítva van. És ezeket kell magunkkal vinnünk, ha kirepülünk az űrbe, vagy nem ezt hiszik az űrhajósuk magukkal? Ezt mind vinniük kell. Persze, ha elkezdjük boncolgatni a falat konfliktust mindjárt, akkor ki fog derülni, hogy azért vannak itt még egyéb részletek, de alapjában ez a lényeg, és mindig a falat megszerzéséhez sejtet fogok szaporítani, és a megoldásba fájdalmas, gyulladásos folyamatok közepette le fogunk bontani. Az agytörzs az, ami irányítja a falat konfliktusokat, és semmi más. Csak az agytörzs foglalkozik a falat konfliktusoknak az irányításával, és ezekre a folyamatokra hat. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemezből a középen levő sejtjeink fognak kialakulni nyilvánvaló, két idegi központ van itt, ami irányít, az a kisagy, az ősi mezoderma, a fehér állomány pedig az új mezodermából származó sejteket fogja vezérelni. Vagyis a mezoderma középső csiralemeznek a sejtjei gyakorlatilag két részre oszthatók, a régi és az új mezoderma sejtjeire. Ez itt egy fantasztikus evolúciós lépés a kettő között, de hát nem megyünk bele mostan ezekbe a kérdésekbe csupán. Arról van szó, hogy mindenki megértse. A kisagy, a támadás, a bemocskoltság és gondozási tüneteket irányítja. Ezeket az érzéseket mind a kisagyunk veszi. Itt a telefonközpont, ahova bejönnek ezek az információk, hogy támadás, bemocskoltság, vagy hülyére aggódom magamat, mert. És ezekből a központokból a hozzájuk tartozó szerveken vajon mi fog elindulni? Még mindig sejtszaporulat, mert ha aggódom az elutazott gyermekemért, vagy mit tudom én, a beteg édesanyámért, vagy bármilyen szeretett élőlényért, és nem a megélhetésemért, akkor ez azt jelenti, hogy én azt úgy tudom biológiailag megmenteni, ha táplálom. És ezért mindig emlőmirigy szövet szaporulatot fog elindítani, vagyis emlődaganat egyik fajtája lesz az, ami innen elindul. De ha bármilyen vélt vagy valós támadást élek meg, vagyis félek attól, hogy megtámadnak, félek a fájdalomtól, félek megtámadtak, és félek, hogy még egyszer megtörténik. Ez mind azt fogja jelenteni, hogy az írhában, a hashártyában, a mellhártyában, vagy a szívburokban ezek a sejtek szintén szövet szaporulattal fognak reagálni. Tehát a biológiánk már is mondhatjuk, ugye, hogy nem ellenünk dolgozik, hanem mindig értünk dolgozik, csak meg kéne értenünk, hogy mi történik a szervezetünkben. És akkor jön a nagy evolúciós lépés, amikor megtanultuk magunkat leírni a bányászbéka feneke alá. Miért evolúciós lépés ez? Azért, mert az önleértékelésnek is van biológiai értelme.
Az első lépésben lebontom azokat a szöveteket, amelyek érintettek, de a megoldásban erősebbet építek vissza, mint ami volt. És ez a biológiai értelem, hogy jobb legyek, mint voltam. És mit fog érinteni? Hát természetesen mindig a mozgással kapcsolatos szöveteinket, mert ugye a futóműnek a képessége meghatározza a túlélésemet. Akár növényevő vagyok, akár ragadozó vagyok. Ha nem jó a futómű, akkor nem tudok elmenekülni, vagy nem tudom elkapni az áldozatot. Tehát mindig a futóművel, tehát a mozgással kapcsolatos szövetekben fog megnyilvánulni az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktus, tehát a csontot, az ízületet, az inakat hozzátéve, a csontokat mozgató izmok, az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokér, illetve a pluszenergiát adó kötőszövet, vagyis zsírszövet tartozik ide. Mindig előbb bontunk, aztán építünk. A konfliktusnak a témája meghatározza, hogy a testemnek melyik részében indítom el a sorvasztást. A konfliktusnak az erőssége pedig meghatározza, hogy a felsorolt szövetekből melyeket fogom lebontani. Nem mindegyiket bontom. Nem úgy van, hogy akkor a zsírszövettől a csontig mindent lebontok. Nem. Azt jelenti, hogy a megfelelő konfliktus tartalom, a megfelelő konfliktus erősség pontosan egy bizonyos helyen fejti ki a hatását. De ha megoldottam, erősebb lesz az adott szövet, mint volt. Itt is azért ne feledjük, hogy az állandóan visszatérő, fel nem oldott konfliktusok aztán eltorzulásokhoz fog vezetni. De hát a biológiát nem arra találta ki a teremtő, hogy egy konfliktusban benne csücsüljünk hónapokig, évekig, vagy évtizedig. Nem erre találták ki. A biológia mindig a pillanatra reagál, és ezt ne feledjük el, hogy nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között. A harmadik csiralemezről volt szó a múlt héten, ektoderma, és itt látjuk a piros babát, az elválasztási konfliktusokat, ugye, amik itt zajlanak le, az elválasztási konfliktusnál is először sejtszintű sorvadás indul be, ez biztosítja a túlélést abban a pillanatban, elmeséltem a kisbáránynak a történetét, ugye? És a megoldásban pedig vissza fog épülni mindaz, amit lebontottunk. Az agykéreg nem csak az elválasztás, hanem a birtok konfliktusokat is igazgatja, az akaratlagos mozgást is az agykéreg igazgatja, ugyanakkor az érzékszerveknek a jeleit is ő alakítja át érzetté, valamint a jövőből való félelmeink a homlok lebenybe csapódnak be, és okoznak, ugye már erről is szó volt, non-Hodgkin limfomát, vagy a pajzsmirigy kivezető csőnek a megnagyobbodását, amit golyvának neveznek, semmi köze nincs a pajzsmirigyhez. A hátulról jövő, múltból jövő félelmek pedig a szemünkre hatnak, mert itt van a látóközpont, ezt viszont a szemről szóló webkonferencia anyagban fejtettem ki. Nos, ha összefoglaljuk mindazt, amit elmondtam, akkor tehát arról van szó, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy építek, vagy bontok szöveteket, vagy működést változtatok. És természetesen, hogy a megoldási szakaszban ezeknek a fordítottja fog megtörténni. Vagyis a lebontott sejteket visszaépítem, a túlzásban, a feleslegben lévő sejteket lebontom, a működést helyreállítom. Ugye nem tartunk el egyetlen sejtet sem feleslegesen. Ez gondolom teljesen egyértelmű, ehhez nem kell semmilyen, nem tudom, hogy milyen biológiai előképzettség, csak a józan paraszti ész ne felejtsük kint a váróba, ha bemegyünk a rendelőbe. A negyedik természettörvényt is egy időben fedezte fel Hammer doktor a harmadik törvénnyel, hiszen rájött arra, hogy a csiralemezekhez kötötten a bennünk élő mikroorganizmusok segítenek a biológiai program megoldásában. Vagyis a felesleges sejteket a tüdőből, a tápcsatornából a gombák fognak segíteni lebontani. A baktériumok az új mezodermális programoknál segítenek
a lebontott sejteket visszaépíteni, és a kettő között találjuk a mikobaktériumokat, vagy gombabaktériumokat, TBC baktériumokat, ezek pedig a régi mezodermális szöveteinknél segítenek a dolgoknak a lebontásába. Tehát a gombák és a gombabaktériumok segítenek lebontani az, ami feleslegben van, a baktériumok és a vírusok segítenek visszaépíteni azt, amit vissza kell építeni. És ugye említettem, hogy a HPV vírus az csak azért van jelen egy mészájsebben, vagy egy mészájnyálkahártyán, mert ott a helye, és ha kimutatható és nagy számban van jelen, akkor az azért van, mert a programot aktiválta az illető, a féltékenységet. És nem az a kérdés, hogy mivel írtjuk ki a segítőinket, hanem az a kérdés, hogy akarok-e változni, és meg akarom-e oldani azt a programot, ami a féltékenységről szól. A negyedik biológiai természettörvénnyel kapcsolatosan természetesen még rengeteg információ van, tessenek Antoine Béchamp és Louis Pasteur történetét elolvasni, és akkor ki fog derülni, hogy gyakorlatilag már Antoine Béchamp megmondta, hogy a bennünk élő úgynevezett mikroorganizmusok, azok a segítőink, azok akkor vannak jelen, ha gyógyulási folyamat indult be. Louis Pasteur ennek pont a fordítottját állította, hogy ők azok, akik a betegséget okozzák. Na most tessenek eldönteni, hogy kinek van igaza. Az ötödik természettörvényből pedig kiderül, ami nagyon, de nagyon fontos, hogy mindennek, de mindennek értelme van, ez a megértés törvénye, quintessencia. Megértjük, hogy a betegséget már csak idézőjelbe tehetjük, hiszen amikor betegnek érezzük magunkat, gyakorlatilag a gyógyulási szakaszban vagyunk. Megérthetjük azt, hogy a DHS az, ami elindít mindent, és ugyanakkor már a konfliktus aktív szakaszban már biológiailag segítséget kapunk arra, hogy megoldjuk azt, amit érzelmileg nem tudunk megoldani, és természetesen a konfliktus megoldása után a biológiánk helyreállítja önmagát. És ha ebben megakadályozzuk sugarakkal, vegyszerekkel, felesleges műtétekkel, akkor úgy jártunk. Nyilvánvaló, hogy az egész medicinát nem kell kidobni úgy, ahogy van a szemétbe, mert rengeteg jó dolog van benne, amitre igenis szükség van, csak tudni kell azt, hogy mi az, amivel valóban tudunk segíteni a betegnek, és mi az, ami ártalmas. Itt kell különbséget tennie egy ma működő, praktizáló orvosnak, hogy be tudja tartani azt, amivel elengedtek engem is az egyetemről, hogy nil nocere, hogy nem ártani. Ezt csak akkor tudom betartani, ha tudom, hogy működik a biológiám. Ez egy csodálatos rendszer, amiről Hammer doktor a következőket írja. Ezzel a túlélő felszereléssel, azaz az öt biológiai természettörvénnyel és a megbetegedés három szinten lélek-agyszerv történő lefolyásának jellemző tüneteinek ismeretével felvértezve, képessé válunk arra, hogy az orvostudományban először reprodukálható, értelmes munkát végezzünk. És ez teljesen így van, ezzel teljesen egyetért mindenki, aki egy kicsit ezekkel a törvényekkel elkezd foglalkozni. Nos, a konfliktusokat már kivetítettem egy-két előadásban, de ismét innen indulunk, hogy milyenek azok a konfliktusok, amelyek miatt mi hát szenvedünk. Ugye is itt van a mai téma, a falat konfliktus, ami ugye agytörzsi szinten zajlik, ide tartozik a víz visszatartása is, és láthatjuk, hogy ezzel a tudományos táblázatnak a sárga színnel jelzett oszlopa foglalkozik. Itt rengeteg dolgot már elmondtunk, fel fogom sorolni, hogy hány webkonferenciát tartottunk már, csak ebből a csirrelemezből, hogy mindenki tudja, hogy az ide tartozik.
A narancssárgával jelzett rész a táblázaton, ugye a felső rész a kisagyi programokról, a támadás, bemocskoltság, konfliktus, ez a bőrről szóló webkonferencia anyagban már szóba került, illetve a gondozási konfliktusról, a mellről is egy nagyon részletes összefoglalót tartottunk. Az önleértékelést, ugye azt az agyvelő vagy fehér állomány szürke magvai veszik, és ebben a részben látjuk azt, hogy ezek a programok, külön programok itt vannak felsorolva, piros színnel pedig az agykéreghez tartozó programok, az elválasztási és birtokkonfliktusok, ahol mindig először sejtet bontunk, utána sejtet építünk, és itt alul látjuk azokat a programokat, amelyek működés változással járnak, tehát itt nincsen sejtszintű számbeli különbség, hanem a működés gátlása lesz konfliktus aktív szakaszban, majd a megoldással a működés helyreáll. Tehát természetes, hogy ez, hogy helyreáll, ez programonként változik, hogy vagy azonnal, olyan is van, de van olyan, aminek a helyreállítását azért kísérni kell, és fokozatosan kell megoldani, mondjuk egy cukorbetegnek a helyreállítását. Azért is mutattam be ismét a tudományos táblázatot így messziről, mondjam úgy, hogy lássuk, hogy azok a színek, amelyeket Hammer doktor használ, azok pontosan itt vannak a táblázaton. És ez a táblázat az, ami a csíralemezeknek megfelelően megadja azt a logikus rendszert, amit semmi más könyv nem ad meg, csak is a tudományos táblázat. Nyilvánvaló, hogy ez teli van terminus technicusszal, tehát orvosi kifejezésekkel, nem laikus embernek íródott, hanem szakembereknek íródott könyvről és táblázatról van szó, de aki ezt szeretné megérteni, annak mindenképp ajánlom a webkonferenciáknak a végighallgatását, illetve egy háromnapos képzésen való részvételt, hogy megkapja a gondolkodását, azt az úgynevezett aranyfonalat, ami ahhoz kell, hogy ezt az egészet egybelássuk és megértsük. Nos, az elválasztási konfliktusokkal a múlt héten foglalkoztunk, a birtokkonfliktusokkal még a tavaly foglalkoztunk, most a falatkonfliktust foglalom össze, illetve a víz visszatartásával kapcsolatos témákat, mert ugye ezekről már rengeteg előadást tartottunk, most csak egy összefoglalást tartunk ezzel kapcsolatban. És kezdjük a legelején, mondtam, hogy az egysejtű mindenre képes az ellátásával kapcsolatban, de amikor kialakulnak a többsejtűek, akkor azt jelenti, hogy egy-egy falat elvégzésére különböző sejtek fognak elkülönülni, ahogy az előbb is említettünk, a más sejtjeink azzal vannak elfoglalva, hogy a falatot feldolgozzák, és a szervezetünk számára használhatóvá tegyék. A tüdőknek az a feladata, hogy a levegővel foglalkozzon, és nyilván, hogy a májamból nem lesz tüdősejt, és a tüdősejtemből sem lesz májsejt. Ez szerintem normális, józan paraszti észsel fölfogható. A sejtek működésének egybehangolására alakult ki az idegrendszer. Nyilvánvaló, hogy látjuk, hogy a konfliktus tartalmaknak megfelelően agytörzs, kisagy, fehér állomány, agykéreg. Az érzékelő sejtek, ugye azok az érzékszervekben vannak, ezek fogják fel számunkra a fényt, a hangot, az illatot, az ízt, a nyomást, a hőt, stb. És átalakítják ideg ingerületté, vagyis arra a bioáramra, amit már az agyunk fölvesz. Ezek az érzékelő sejtek úgynevezett traduktorok, átalakítók, receptorok. Fölfognak egy bizonyos rezgést, mert ugye minden rezgés, minden hullámzás a világegyetemben, azt a rezgést átalakítják olyan idegi áramá, amit az agyunk vesz, és ebből lesz nekünk érzékeletünk. Na most a helyzet még ugyanaz, mint az egysejtűnél, még mindig a környezeti jelekre fog az élőlény megfelelő választ adni, és ugye egyszerű szinten gondolkodva a biológiának mi a kérdése, hogy üss vagy fuss. Ennyire egyszerű a történet, és biológiai szinten az ember is így működik, mondom biológiai szinten. Az egyszerű
Kezdeti többsejtű a tengeri anemóna, ezt ábrázolja Hammer doktor számunkra itt ezen a képen, és hogy egész az emberig, míg eljutunk, hogy lássuk azokat a kapcsolatokat, biológiai kapcsolatokat, ami a biológiai testünk és az élővilág többi részével kapcsolatos. A tengeri anemónáról hozok egy képet, itt látjuk a vízben élő tengeri rózsát, ugye, amit hát azért neveztek anemónának, vagy tengeri rózsának, mert a szellőrózsa virágára hasonlít, ami a boglárkafélék családjába tartozik. Ezek egyszerű planktonevő állatok, és a korallnak, a hidráknak, medúzáknak rokonai. Tehát láthatjuk itt a szájnyílását, és most visszahozom az előző képet, Hammer doktor rajzát. Itt van az ős szájnyílás, és láthatjuk, hogy ebből a szájnyílásból mindig jobb oldalt jut be a falat, ami körbe jut, és bal oldalt fog kijutni a végtermék. Ez a nyíl itt középen pontosan erre utal. Tehát jobb oldalt bemenet, bal oldalt kimenet, és itt nem beszélünk tapstesztről. Itt nincs oldaliság. Csak a falatnak a jobb oldalt a bemenése, bal oldalt a kijövése. Ez ugye a tengeri anemónánál azt jelentette, hogy ugyanazon a nyíláson táplálkozik, és ugyanazon a nyíláson ürít. Amikor megtörténik ennek a szaggatott vonalnál a gyűrű formának a felszakadása, látjuk itt is a szaggatott vonalat, akkor kialakul ennek a folyamatnak az egyirányú sítása, vagyis a szájüregen bejut a falat, végigmegy a tápcsatornán, és a végbélnyíláson pedig kijut a falat. Az embernél a történet aképpen zajlik, hogy az a falat, amit megettem, és még nem jutott be a bélrendszerbe, tehát csak a gyomromig jutott, az onnan gyorsított eljárással, hányással még vissza tud jutni. Amikor viszont túlment a pilóruson, és vékonybélben van, patkóbél, vékonybél, vastagbél, akkor a gyorsított eljárás hasmenést jelent, és a végbélen keresztül fog távozni minden. És ismét felhívom a figyelmet, hogy a kültakaró laphámja bekúszik a végbélbe, lásd a végbélről szóló webkonferencianyagot, bekúszik a szájüregbe, tápcsatorna felső szakaszáról szóló webkonferenciaanyag. Bent van a nyelőcsövünkben, a gyomor kis görbületében, szigetekben található nyilvánvalóan a saválló nyálkahártya alatt, és még a patkóbél kezdeti szakaszán a bulbus duodénibe, vagyis az a hagymaszerű kidudorodásában, a patkóbél kezdeti szakaszában még mindig találunk ektodermás sejteket, amelyekről tudjuk, hogy azok előbb sorvadnak, és aztán épülnek vissza. És ez magyarázza, hogy miért csak mindig a gyomor kis görbületén van fekély, a nagy görbületén pedig tumor, vagyis sejtszaporulat. Ez csak egy rövid ismétlés volt annak érdekében, hogy ezt az egészet megértsük. Na most, hogyha az agytörzs szerepét nézzük meg, ugye, a túlélő programokat koordinálja, vagyis a falat megszerzését. És mint mondtam, táplálékfalat, vízfalat, levegőfalat, fény, hangfalat, és ne feledjük, hogy a fajfenntartásban is részt vesz az agytörzs. És mindig valamely funkció, valamely feladatnak a fokozására a megfelelő sejtek felszaporodása a válasz, a feleslegessé vált sejteket pedig a velünk együtt élő szimbióta gombák fogják lebontani. A falat megszerzése és feldolgozása, amint látjuk, nem egy egyszerű történet, mert ugye meg kell látni, ki kell elemezni ezt a falatot. A kijellemzés az mindig azzal történik, hogy megkóstoljuk, és akkor vagy lenyeljük, vagy kiköpjük. Aztán folyamatosan továbbítani kell a falatot a símaizmokkal, hogy végigmenjen a tápcsatornán. Az emésztőnedvek azok szétszedik elemeire,
hogy felszívódó képes állapotba kerüljenek, megtörténik a felszívódás, és utána a maradékot kiürítjük. És a sárgával jelzett szavaknál mind-mind történhet valami, ami ebben akadályt képez számunkra. Milyen érdekes, hogy amikor egy ételkóstolóra megyünk, vagy egyszerűen csak simán bevásárolni egy nagy, mondjuk ki egy hipermarketbe, mi a legfontosabb inger, amivel meg tudnak bennünket közelíteni, rá tudnak venni arra, hogy ezt a terméket megvedd? Hát nyilván a látvány. A látvány. Te, aki ebben dolgoztál, te ezt nagyon jól tudod. És külön köszönöm, hogy ezt így írtad, hogy meglátni. Igen. Tehát mennyire fontos ez a vizuális inger, amit kapunk. Ha tudnánk, hogy ezek az ételreklámok, ezek mennyire valótlant állítanak, mennyi hazugság, ferdítés, torzítás, félreérthető magyarázat van ezek mögött. Ha csak a tévéreklámokat nézzük, a tejszínhab az borotva habból készül, a forró gőz, a cigaretta füst. Tehát annyi mindennel lehetne ezt az ingereket, gyakorlatilag az érzékelésünket átverni. Hát igen, erről van nyilván szó. Ez egy teljes iparág, ez egy másik szakma, ezt nem is mennék ennél mélyebbre, hogy színek, hogy formák, hogy igen, a fényképen akkora nagy, hogy azt gondoljuk, hogy egész család jól lakik abból a hamburgerből, és aztán kiderül, hogy fél tenyérnyi az egész. Tehát, hogy vegyük észre ezeket a torzításokat, de kielemezni, megkóstolni, hát rengeteg ilyen kóstoló van ezekben az üzletekben. Ingyenetetnek megkóstoltatják veled azt a prémium minőségű valamit, amit szeretnének eladni, hogy aztán valójában ez azt ugyanaz lesz, vagy másfajta, nem tudjuk. Az majd kiderül otthon. Reméljük, hogy igen, de akkor is a kóstolás, az új ízek, az egzotikus ízek kitalálása, ez mind-mind arra csábít bennünket, hogy kóstoljuk meg, vegyük meg, legyen nekünk is ilyen. Hogy ne legyen ismeretlen. Aztán a lenyelni vagy kiköpni kérdés, azt hiszem, hogy egy kardinális probléma lehet, de ugye arról beszéltünk, hogy a falat az nem csak a párizsi, hanem falat lehet bármi, amit én meg kapni. Akarok kapni, meg szeretnék szerezni. Hány dolgot nyelünk be egy nap? Igen, bocsánat a kifejezésért, de szándékosan használtam ezt a szlenget. Mennyi mindent benyelünk egy nap? El tudjuk fogadni azt, hogy vizuális ingerekkel bombáznak bennünket folyamatosan. Igen. Nem merek olyan mélységekbe belemenni, hogy küszöb alatt ingerlés, és egyebek, meg vezényszavak, hogy mit vegyünk meg, de vannak, fogadjuk el, hogy vannak. De minden egyes nap, ha hallgatunk valami olyan hírt, lehet az akár egy híradás, egy híradó, lehet az egy ilyen vitaműsor, lehet egy kulturális, bármi olyan hír, ami jön, és nem feltétlenül az ínyünkre való. Azért el kell fogadnunk... Figyelem a szóhasználatot, nagyon-nagyon jó, igen. El kell fogadnunk, sokszor be kell nyelnünk. Van egy ilyen, hogy nyeld le a békát. Igen. Ha belegondolunk abba, hogy az utolsó 6 hétbe hány dolgot nyertünk be így, tudják, a békesség kedvéért. Jaj. És ha valakinek nem jut most hirtelen eszébe semmi, akkor szeretnék egy kicsit súgni. A karácsonyi ajándékát valójában örömmel és szeretettel fogadta, vagy benyelte a legújabb pár kesztyűjét, vagy az újabb pizsamát, amit tavaly is kapott, csak ez most másféle minta. Szóval vannak ilyen benyelt dolgok, amikhez még jó pofát is vágunk, hogy jaj, de aranyos. Hány olyan dolog van, amit ilyenkor nem tudunk megbeszélni? Általában ezek azok, amiket nem tudunk se lenyelni, se kiköpni. Ami ott van, a nyelvem hegyén van, de most karácsony miatt nem mondom ki. És ott van a DHS-ben, hogy köpni nyelni nem tudtam, úgy meglepődtem. Váratlan meglepetésszerű történet. Igen, ha hangom is elállt, az egy másik történet. De valamire már köpök erre az egész rendezvényre. Igen. Ez általában szilveszterre szokott kicsúcsosodni, így
11 óra környékén, amikor a zömében elrontott szervezés miatt már mindenki unja a szilvesztert, és túl akar rajta esni, bontsuk fel a pezsgőt, kocincsunk, és utána hagyjuk az egészet, mert nem is volt annyira jó ez az év, lám, most is itt vagyok olyan helyen, ahol nem szeretnék. Nagyon nemrég hallottam egy nagyon érdekes szilveszteri buli történetet, ahol pontosan a falat volt a legfőbb probléma, hogy akkor ki főz, mit főz, kinél főz, ki marad, ki eszik, ki nem eszik, és már bocsánat a kifejezésért, vagy a nyerségért, de a házigazda már köpött arról, hogy szilveszteri buli van, menjenek már haza a vendégeit, nincs itt tovább mit húzni a témát. És csak megjegyzem, hogy ezért a köpésnek is megvannak a biológiai válaszai. Hajaj, és még milyenek. Igen. És ugye itt van a falattól való megszabadulás vágya. Itt, ahogy említetted, nincsen kezesség. Hány ilyen alkalom van, amikor valamitől meg akarok szabadulni. Gondolunk itt a legbanálisabb munkahelyi történetekre, például a munkahelyemen a főnökömnek van egy protezsált, protekciós ismerőse, aki kollégám, és annak a hibáit kell nekem folyamatosan kijavítanom, és azt mondom, köpök az egészre, csak legyen már vége, csináljuk már meg, esünk már rajta túl. Vagy azokra a telefonbeszélgetésekre, amiket így muszáj benyelnem, mert ugye ilyenkor ünnepekkor felhívjuk azokat az ismerőseinket is, akikkel ritkán beszélünk. Ennél fogva visszakapjuk azt, hogy milyen régen nem hívtál, és akkor elindul egy valamilyen lavina, amit se letenni nem tudom a telefont, se visszamondani nem szeretnék valami szépet, és aztán valahogy megáll ez a helyzet. Aztán a... Kérdés, meddig maradunk benne? Hát kérdés, igen. Például beszéljünk arról, hogy szétszedni. Hát ha nekem valamiből kevesebb jut például, igen. Azért az már egy felszívódási, szétszedési probléma. Szétszedni például bosszankodom dolgokon. Igen. Ez azért ez egy nehéz falat. Ez egy zsíros falat. Ezt még ezen meg kell emésztenem. Ezen még rágódnom kell. Ezen még rágódnom kell. Vannak emberek, akik nem szeretnek azonnal választ adni, de hogy benyelik, és akkor rágódnak rajta, mint a kérődző állat, és majd 3 nap múlva azt imádom, amikor a gyerek rosszat csinál, na nem baj, majd holnap megverlek. Szóval ezek olyan dolgok, amelyek tényleg biológiai programot fognak elindítani abban, aki még rágódik. Ezzel 2 dologra szeretnénk felhívni a figyelmet, tehát ezt a kifejezést nem túl régen hallottuk, és ez így bennünk maradt, hogy senkit nem buzdítunk arra, hogy fizikailag bántalmazza a gyerekét. Tehát szó nincs erről. Pontosan az ellenpélda miatt szerettük volna ezt kihangsúlyozni. De azt, hogy na ezért még számolunk, meg lőn még kutyára dér, meg jössz az én utcámba, és így tovább, és így tovább, ismerjük ezeket a közhelyeket. De mivel közhelyek pontosan azért is válhattak azzá, mert mindenki ismeri és használja, és sajnos igazság mag alapjai is vannak. Tehát amikor még rágódom rajta, ezt még meg kell emésztenem, ez még úgy bennem van. De nekem kevesebb jut történet. Hát azért a karácsonyfa alatt a testvérek azok összehasonlítják ám az ajándékaikat egy bizonyos idő után, hogy ő miért ennyit kapott, és miért azt kapta, és én miért annyit. És ugye ismerjük itt azokat az eseteket, ahol több gyerek van ott, erre különösen oda kell figyelni. Gondolok itt bármilyen olyan eseményre, ami az osztozkodás a kevesebb, több értéket feszegeti, vagy lehet egy olyan beígért összeg, mondjuk a 13. Igen. havi fizetés, vagy egy karácsonyi prémium, ami elmaradt. Ami elmaradt, egy karácsonyi. Vagy lehet, hogy nem is maradt el, csak később kaptam meg, igen. De akkor már nem tudtam. Ez ilyenkor évvégén szeretjük a hátralékainkat úgy
visszaszedni, visszahozni, és ha valaki azt mondja, hát most nem tudom megadni a kölcsönt, amit kértem, ajaj. Mert tudod, karácsony van, és a gyereknek kell venni Igen. valamit, de És én te pont meg arra számítok, hogy szállítottad. majd akkor abból Abból én veszek az kívül. én gyerekemnek valamit, akkor ez Hát már ez, igen. ilyen jellegű problémákat is előhoz. És hát ugye a maradékot kiüríteni, azt hiszem, hogy talán annyit tudnék ebben a témakörben így átvitt értelemben segíteni, hogy vannak olyan dolgok, amitől szeretnék már megszabadulni, hogy hát van egy ilyen mondás, hogy pont-pont-pont rá. Toljuk rá. Igen, ez nem belsőséges kapcsolatoknál, főleg a hosszú együttlét miatt fellépő feszültségek is elő tudják hozni. De az a probléma, ha nem tudok ettől az érzéstől megszabadulni, és ez a kiürítési program, ez folyamatosan bennem van. És az a legnagyobb baj, ha már mindenre így reagálok, hogy toljok rá. Igen. És akkor onnantól ne csodálkozunk, hogy vastagbél és egyéb konfliktusunk lesz. Ezt nagyon köszönöm, Réka, mert itt olyan részletekre mutattál rá, hogy az ember tényleg elgondolkodhat rajta, hogy mi, hogyan is szoktam én a dolgaimat feldolgozni. Igen. És hogy itt van egy lényeges kérdés. Azért nem tudja senki elmondani a beteg helyett, hogy neki mi a baja, mert pont amikor beszélünk a beteggel, a szó használatában ott van, hogy mit jött meg, és mit nem oldott meg. Tehát a falat minden, ami a túléléshez szükséges, vélt, valós vagy átvitt értelemben, ezt most Réka nagyon, nagyon szépen kifejtette számunkra, és akkor, ha megnézzük nagyon röviden, tömören összefoglalva, a táplálékfalatnak a felszívódása, ugye, vagy a maradékfalat kiürítéséhez mindig nyálkahártya szaporulatot fogunk elindítani. Nyálkahártya borítja a tápcsatornát a szájnyílástól a végbélnyílásig, és nyilván a konfliktusnak megfelelően, hogy meg akarom kapni, vagy ki akarom tojni, a nyálkahártya a szaporodása, ez mindig jelen lesz. Na most, amikor már az emésztéssel vagyunk elfoglalva, és szeretném ugye ezt az egészet megemészteni, ugye akkor azok vagy visszakapni azt, amit kölcsön adtam és nem adták ide, vagy beígérték és nem jött meg, akkor nyilván, hogy az emésztő enzimeket termelő sejtek fognak felszaporodni, ebből lesz nekünk gyomordaganatunk, vagy gyomorsav túltengésünk, vagy fokozott epe ürítésünk, illetve hasnyálmirigy váladék, ugye felszaporítom a hasnyálmirigy sejteket, a megoldásban megjön a lebontás és a rettenetes őrszerű fájdalom minden emésztő tünettel, azért, mert ugye lázat is beleértve, mert a megfelelő sejteket, a hasnyálmirigy enzimeket termelő sejteket fogom lebontani. És természetesen a belegben is vannak enzimeket termelő sejtek, tehát azok is érintve lesznek. Na most nagyon érdekes a továbbítás fokozása, és itt annyit azért el kell mondjak, mert ugye még erről webkonferencia nem volt, ezért érek rá ki egy kicsit bővebben, hogy sima izom. A sima izom szaporulat és működés, ugye ez azt jelenti, hogy a sima izmaink azok nem úgy néznek ki, mint a haráncsikolt izmok, ezt ugye minden tanfolyamon kivetítem. A sima izom számára az összehúzódás ingerét az jelenti, ha a táplálék, ami odaérkezett abba a bizonyos szakaszba, tehát a csőben ott a táplálék, a cső ennek a falatnak a hatására kitágul, és ez a kitágulás fogja arra ösztönözni a simmaizmot, hogy összehúzódjon. És ahogy összehúzódott, a falat tovább csúszik, és az alatta levő szakasz fog kitágulni, majd ez is összehúzódni, és megy, ezt hívjuk perisztaltikának. Ugye ne feledjük, hogy hosszanti és körkörös sima izomzatot találunk az emésztőrendszerben. Na most a sima izom szaporulat az nem bomlik le. Miért? Mert szükség van rá.
Tehát a sima izomnak a működése fogja megoldani számunkra az elakadt falatot, és amikor valakinek folyamatban van egy ügye, amit ő ugye falatkonfliktusként élt meg, és elakadt a folyamat, ez a sima izomzatnak az elakadt működését fogja okozni, amit hát a hasi hangoknak a teljes elnémulása, a szilencium jelez, a belek elkezdenek felpuffadni, és az ilyen emberek általában sebészeten kötnek ki, de ha a bejöntéssel sikerül beindítani a bélműködést, az egy nagyon, de nagyon sikeres történet. Semmiképpen nem kellene idáig eljusson a program, hogy leálljon a bélműködésünk, hanem elgondolkodjunk azon, hogy mindaz, ami elakadt, ami pillanatnyilag nem akar tovább lendülni, az lehet, hogy csak egy pauzagomb, egy szünetgomb, ahol megpihenhetek, és erőt gyűjthetek ahhoz, hogy megtaláljam a megfelelő megoldást. Ez mondjuk elakad egy vállalkozás, elakad egy házépítés, és ez a folyamat, ez igenis hatni fog a biológiánkra. És ezeket a helyzeteket nagyon szem előtt kéne tartani. Na most sima izomszaporulat lép föl az anyamében is, mert az is sima izomzat, de ott spirálisan elhelyezkedő izomzatról van szó, mert ugye a spirális izom összehúzódása biztosítja azt, hogy az a gyerek igenis megszülessen, és ki tudjon préselődni a méh üregéből. Na most ez a történet, amikor én nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék egy gyereket, mindig sima izomszaporulatot, vagyis miomás csomót fog létrehozni a anyamé izomzatán. Na most a vízzel kapcsolatosan, ugye a vesegyűjtő csatorna sejtjei fogják szabályozni azt, hogy a víz ne jusson ki a szervezetünkből, maradjon bent, hogy ne maradjunk víz nélkül. Egy teljesen ősi program, még a halak idejéből marad bennünk, mert a partra vetett hal, amint azt már elmondtuk a veséről és az ödémákról szóló előadásban is, a partra vetett hal magányosnak egyedül érzi magát, és létezés konfliktusát éli meg, és az ő túlélését csak az biztosítja, ha lezárja a víz kijutását, hogy maradjon elég vize, mert kiszakadt abból a környezetből, amelyben addig ő élt. Ezt a magányosságot, létezés konfliktust, egzisztenciális konfliktust, ha mi megéljük, akkor természetesen nálunk is ez a program aktivizálódni fog, de miért? Mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Ugye a halálfélelmi konfliktus az, ami beindítja a tüdőszövet szaporulatát, a fényfalat befogadásához mondjam azt, hogy a blende az, ami szabályozza a fényt a fényképezőgépben, ugye, a rekesz, hogy mennyire nyílik ki a pupilla, és mennyire szűk a pupilla, ezt mindenki észrevette, hogy napfényben szűk a pupillánk, sötétben meg kitágul a pupillánk, tehát maga a pupillának a tágulása, szűkülése a fényfalatot szabályozza számunkra, és ott természetesen a sötét ügyek, azok tudnak a fényfalattal kapcsolatos programokat elindítani, és az íriszen, vagyis a szivárvány hártyán sejtszaporulatot, majd annak lebontásakor úgynevezett iridociklitiszt okozni. Hangfalat felvétele, ugye jobb oldalt szeretném megkapni a hangfalatot, bal oldalt, bal középfülemmel szeretnék megszabadulni a zavaró hangtól, és ez mindig középfül programot, vagyis megoldásban középfül gyulladást fog okozni. És ne felejtjük, hogy a faj fenntartás biztosítása is ezen a szinten, endodermális szinten is rendezve van, hiszen a prosztata és a méhnyálkahártya sejtjeinek a szaporodását fogja okozni mindaz, amit
a megfelelő program elindít, tehát bizonyítani akarom, hogy én vagyok a megfelelő partnere a hölgynek, akkor ez a bizonyítási kényszer egy nagyon ősi programot indít el, mégpedig a prostata sejteknek a szaporodását. Hölgyeknél viszont a negatív élmények azok, amelyek elindítják a méhnyálkahártya szaporodását, vagyis a nőiességükben megélt ocsmány történetek, beszólások, vagy mert éppen úgy érzi, hogy prostituálja a lelkét, ezek a történetek azok, amik beindítják a méhnyálkahártya sejtjének a szaporodását, majd a lebontás, hát az ugye kellemetlen tünetekkel jár. A következő képen azt látjuk a Hammer doktor könyvéből, hogy hol vannak ezek az agyi központok, és ha végigjárjuk ezeket a számokat, és elolvassuk, hogy mi tartozik hozzá, akkor látjuk, hogy az agyi központok is a táplálék haladásának megfelelő sorrendben követik egymást, vagyis jobb oldalt vannak a fogadó részek, és baloldalt a kivezető részeknek a központjai. Ami kék színnel körbevett terület, az azokat az idegi központokat tartalmazza, amelyek már az ős szájban is ott voltak. Mondjam azt, hogy már a tengeri anemónának is megvannak ezek a központjai. Ez a fehéren hagyott rész, a kisagyi rész, ami most itt természetesen nincsen berajzolva. Mutatok egy-két képet, hogy a valóságban mindaz, amit a Hammer doktor rajzán látunk, az hogyan néz ki. Tehát ezeken a helyeken, a nyilaknak a végein kell keresnünk azokat a központokat, amiket ott karikákban láttunk. Rájövünk rögtön, hogy ez nem is egy olyan egyszerű történet. Nagyon gyakorlott szem kell legyen az, aki a különböző hát rétegekben, mert most egy másik réteget mutatok, megtalálja, tudja, hogy hol van, és tudja, hogy mit hol kell keresni. Ezeknek a központoknak az érintettsége természetesen konfliktus aktív szakaszban, mint céltábla kép fog megjelenni, a megoldási szakaszban pedig a benne levő ödéma fog jelentkezni. És ne feledjük, hogy a magányosság érzésével mindig perifokális ödéma, vagyis a hámerigóc körüli ödéma is kialakul. A falat konfliktusról, mármint amit ugye, ami a tápcsatornát érintő falat konfliktusokról, csak ennyi webkonferencia előadás volt. Tehát akit érdekel a tápcsatorna felső szakasza, a nyelv, a fogak, a garat, a nyelőcső, a gyomor, ez mind itt megtalálható. Aztán a beleknek a programjait megtaláljuk emésztés, felszívódás, ürítéshez tartozó biológiai programokban. Külön a végbéllel is foglalkoztunk, és külön a máj epe hasnyálmirigy biológiai programjairól is van webkonferencia. Majd összefoglaltam a krónikus emésztési zavarokban az egészet, és a pajzsmirigy is ide tartozik, hiszen a pajzsmirigy arra reagál, hogy túl lassú vagyok a falat megszerzéséhez, ezért falat konfliktushoz tartozik a pajzsmirigy is. Mert az a probléma, hogyha nem vagyok elég gyors, nem vagyok elég ügyes, nem tudom befejezni a napi programjaimat, akkor nem fogok hozzájutni a falathoz. És ezért van az, hogy a pajzsmirigy ide tartozik, meg amúgy a pajzsmirigynek a sejtjei is endodermális eredetűek. Aztán a vízfalatról két webkonferenciában is szó volt. A vesére ható biológiai konfliktusok, ez már látható. Az ödéma, vízgyülem, a duzzana dagadás, vagyis a vesejütő csatorna szindróma a germán gyógytudomány szerint, ez az előadás reményeim szerint még a héten kikerül, most már a vágás megtörtént, csak mi ki kell tegyük a YouTube csatornára. A fény és hangfalat biztosításáról is volt szó, a szemről, illetve a hallás egyensúlyzavarról szóló webkonferenciákon.
A fajfenntartás biztosítása pedig ajtörzsi szinten el lett mondva a Férfi bajok GNM szemmel című előadásban, illetve ott van a női biológiai programok ideg és humorális szabályozásában. Tehát gondolom ebből érthető, hogy most ennyi webkonferenciát egyszerre nem tudok elmondani, de azért foglaltam össze, hogy hol volt erről szó, hogy akinek ilyen természetű baja van, tudja, hogy hol találja meg a választ. Természetesen a fórumban a felvetődő kérdésekre a választ mindenki meg fogja kapni. Csak egy összefoglalást szerettem volna arról adni, hogy lássuk, hogy mi az, ami falatkonfliktus. Vagyis miért is élünk meg mi falatkonfliktusokat? Rengeteg módon kapcsolódnak a falatkonfliktusok az életünkhöz, hogyha megengedsz egy rövid körültekintést ebben a témában. Köszönöm. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy kell, igen, hogy ez kell. És eszembe jutott egy régi gyermekkori szlogenünk, ez a saját családunkon belül, igen, volt nagy sláger, ezt meg kell lenni. Ezt a meg kell lennit, ezt lehetett arra érteni, hogy az utolsó falatot a tányéron, mert amúgy nem jön a csoki, igen, vagy az édesség, vagy mert úgy illik, meg el kell fogadni, meg kell kóstolni, mert hova. Meg nem dobhatjuk ki, mert nem pocsékolunk. Így van. Rengeteg alkalommal a valamit meg kell enni, be kell nyelni. Igen. Ez valahogy átgyűrűzik az életünk egyéb területére is. És már ugye nem vagyunk gyerekek, de bennünk van egy ilyen tartás, hogy azért az ételt nem dobjuk ki, meg ha azt az utolsó falatot már nem hagyjuk a tányéron, mert hogy ez mennyire illetlenség, és kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat. Vagy megesszük, mert hamarosan lejárat ideje. Erről is egy gondolatot szoktam. Szeretnék, jó, de még maradjunk itt az étellel való jutalmazás, aha, történeténél. Uh-huh. Ez csak a mama kedvéért, csak, uh-huh, a papa kedvéért, belemeséljük az unokáink szájába az utolsó falatot, elétesszük az újabb és újabb gyümölcsdarabot, és a szegény gyerek az mindig megeszi, már szuszog, már alig bír az etetőszékbe ülni, látszik rajta, hogy tele a pocia, de még kap két szem valamit, hogy hát, ha megeszi, és hát amikor az anyuka felelősségre vonja, vagy megkérdezi a nagymamát, hogy mi van ezzel a gyerekkel, hát evett gyermekem, most evett a gyerek. Most jó levet. Igaz, hogy megette az aznapra szánt vacsora kétszeresét, de hát ugye, melyik nagymama nem szereti etetni az unokáját? Igen. Ugye leesett soknak is a tantusz. Átvitt értelemben falatot jelent például egy gyereknek egy bicikli. Az bizony. Majd nyáron megkapod. Mm. És nagyon szeretem ezeket a bugyuta karácsonyi játékokat, ajándékokat, amik nyári játékok. A gyerek persze, hogy azonnal ki akarja próbálni a rollert, de kint csúszik, hó van, nem lehet kivinni, de neki olyan játékot hoztak, vagy hintát, kerti hintát. Most ebben a téli hidegben azért sok anyuka és apuka fogja ilyenkor a fejét, amikor tipikus nyári játékot kap a gyerek. Nagyon értékes példája például a vízipisztoly télen. Ez az egyik non plus ultra nálam. De tehát falatként képzeli el a biciklit, az ajándékot, igen, és hogyha folyamatosan így fenntartom az éberségét, hogy na majd szólok én a Mikulás bácsinak, remélem elég késő van már ahhoz, hogy a kiskorúak alszanak, ha nem, akkor tessenek most őket kiküldeni, hogy nehogy lebuktassak bármilyen jelszövést. Szóval, na majd én szólok a Mikulásnak, hogy ne hozzon neked ajándékot, mert lám milyen szófogadatlan vagy. Abban a pillanatban, amikor a gyereknek ez még egy konkrét veszélyforrást jelent, akkor igenis a falat konfliktusa lesz. Ne. Szeretném megkapni az ajándékom. Így van. De ugyanígy nagy falatként tekintünk egy
egy kihívást jelentő dologra. Szeretném megkapni az átmenő jegyemet most az egyetemistaként a vizsgaidőszakban. Nem kell nekem nagy jegy, egy kettes és meleg baráti készfogással elköszönhetünk. Hány ilyen probléma van ebben az időszakban? És mikor megkapja? Hát, amikor megkapja, akkor persze begyullad a torka, és mandulája, és ebből újabb probléma van. De és persze ezek az időszakok mindig a vakáció pihenő időben történnek, amikor annyi hosszas tanulás után végre lazíthatna, nem lázasan fekszik otthon. De maradjunk a büntetés utalmazás témakörében. Aki ebben a struktúrában nőtt fel, annak ez teljesen természetessé és normálissá válik, hogy néha úgy reagálunk dolgokra, hogy megveszünk valamit magunknak. Ugye van a reklámszlogen is, mert megérdemled, tehát ez egy felszólítás, hogyha nem veszel magadnak ilyet, akkor nem is biztos, hogy erre a termékre neked, tehát hogy erre fel vagy-e készülve. Mert megérdemlem, meg kell vennem. Meg kell vennem, igen. Vagy nagyon sokszor azért is veszünk meg valamit magunknak, hogy legyen valami jó is az életemben. Mert ha már ilyen rossz napom volt, legalább vegyek valami jót magamnak. És hát ugye meg kell említenem azt is, hogy rengetegszer kompenzálunk az evéssel, vagy a vásárlással. Lehet ez egy unaloműzési formátum is. Én azt hiszem, hogy ennek a mögöttes tartalma az a belső űr kitöltés, az elmagányosodás, hogy legalább emberek közt vagyok, sétálok a plázában, látnak, hogy ott vagyok, valami történik. És ennek is van egy nagyon-nagyon érdekes háttere, és bocsánat, ma a multikra vetettem ki a hálómat. Csak nyugodtan. A multiknál az akciós termékek felhalmozása. Az egy látszat jólétet ad, mert mondjuk telepakolom a bevásárlókocsit, tehát úgy tolom végig a plázán, látják, hogy Icuka már megint az egész bevásárlókocsit televásárolta. Tehát van, mit a tejbe aprítania. Ha telepakolom a bevásárlókocsit, van, mit a tejbe aprítanom, lám, megint csak a falatnál kötünk ki. Ez igen, az éhenhalástól való legmélyebb félelmet aktiválja. Ha ezt most megveszem, akkor lesz mit tennünk mondjuk a következő 6 hónapon keresztül. Nem biztos, hogy megesztük, lehet, hogy kidobjuk, lehet, hogy de legyen. Hogy kényszerből tartjuk a kamrába, de hát legyen. Ez a magatartás hat például a manduláinkra is. És megint csak egy ilyen felfedezésemet tudom megosztani, lehet, hogy mutatom önöket vele. Ez a különleges fekete péntekek, amik a megkapásról szólnak, hogy akkor majd akkora akció van, hát tessenek ennek utána nézni. Nagyon sokszor látok helytelen kereskedői magatartást, ami nem arról szól, hogy akció lenne. Nagy meglepetésemre van egy december 26-ai Boxing Day Kanadában. Ez azt jelenti, hogy karácsony másnapján senki nincs otthon. Tehát mindenki az üzletekbe kóricál, a bevásárlóközpontok dugik telve emberekkel, a gyors étkezdékben sor van, és így felmerült bennem a kérdés, hogy te jó ég, elfogyott az összes töltött káposzta, vagy mit tettetek 2 napig? Tehát ez engem teljesen kiakasztott, egy telefonkártyát akartam vásárolni bent, és egyszerűen nem tudtunk megmozdulni a tömegben. Kanadai Londonban. Ez a kicsomagolási nap, ez a Boxing Day arról szól, hogy senki nem jön otthon. Mert ez a nap, erre a napra várnak nagyon sokan, és már sokszor ezen a napon vásárolják meg a következő évi karácsonyi ajándékot, és ezen úgy nem de tudtam... Ezt lehet visszavinni, ami nem kell neki. Ez nem. Vissza lehet vinni nyilván, de a kicsomagolás napján az is benne van, hogy óriási árleszállítások. Tehát a karácsonyi készletet gyakorlatilag normális, reális áron
áréssel adják el. Tehát nem a beszállítási áron, persze, hanem még azért szerintem nekik is bőségesen marad a tejfölből. Na de, meg akarom kapni. És mi van a... Azt látom, hogy ezekben a napokban a meg akarom kapni programot fejlesztik bennünket szándékosan. Ezt hadd mondjam így ki. Igen. Mert ha meg akarom kapni, ad egy látszat örömet, hogy na, végre egész évben erre vártam, hogy december 26-án reális árán megvegyem azt, amire egész évben gyűjtöttem. Szerintem időkérdése is itt is bevezetik. Nem tudom. De vajon miért akarom megkapni? Mert ezt teszi majd boldoggá, teljessé az életem. Hadd kérdezzem meg. Ezt teszi majd boldoggá, teljessé az életem? Jó kérdés. Gyakran tapasztaljuk azt, hogy tárgyasítjuk a világlátásunkat. Tehát mindent megkaphatokból, sajnos már még mélyebbre mentünk, mert mindenkit is meg akarok kapni, meg akarok szerezni, be akarom kebelezni magamnak, megtartani már embereket is. És itt a birtoklásról nagyon-nagyon fontos lenne beszélnünk, de azt hiszem, hogy az időnk erre most túlságosan kevés. De beszéltünk már a birtokkonfliktusokról egy egész webkonferencián. Így van. Mennyire fontos az, hogy a kapcsolati rendszerünkben ne legyen benne a birtoklás. Hát ez nem a lényeges. Túlzott kötődés, ahogy itt a zárójelben látjuk, hogy te az enyém, én a tied állapot, az néha életveszélyes játékokhoz, illetve birtokláshoz, dominancia harcokhoz vezet. A felhalmozott javak további halmozáshoz vezetnek. Mondjuk ki, felébreszti a mohóságunkat. Szintén amerikai történet az ajakbarzsom esete. Nem vittem magammal az enyémet, azért mínusz fokokban meg kint sétálva szerettem volna egyet vásárolni. De csak kettesével van összecsomagolva. Egyet nem lehet venni. Egyet nem lehet venni, és abban az esetben, ha kétszer kettőt veszek, akkor az nagyon olcsó. Tehát egyre van szüksége, mert de azért... De négyet. Mert azért valljuk be, hogy ezt azért nem nagyon használjuk folyamatosan egész évben, tehát ez nem fog elfogyni egy tél alatt. De nem, hogy egyet nem tudsz venni, hanem négyet kell ahhoz venned, hogy... És emlékszem erre a jelenetre, hogy láttam, hogy ennyi, de ha kettőt veszel, az ennyivel olcsóbb. És megkérdeztem a hölgyet, hogy egyesével nincs, hogy egy darab? És mondta, hogy nincs. Tehát annyira természetes volt, hogy őrület, és mondta, hogy de ha kettőt veszek, akkor tehát kétszer kettőt, és akkor az úgy sokkal olcsóbb, és mondta, hogy de csak én egyet szeretnék. És nézett rád. És egyszerűen nem értette. Tehát ezért vegyük észre, hogy a mohóságunkat felébresztő jelszavak, reklámok, azok bennünket Magyarországon is körülvesznek. A még többet, a még nagyobbat, a mindenből az újat. Az újat meg kell kapnom, meg kell szereznem, ez mind ide fog bennünket vinni. A ragaszkodás mondjuk másodlagosan megjelenhet a tárgyainkhoz, a birtokolt dolgainkhoz, a felhalmozott javainkhoz. Mondjuk azért, mert érzelmi szálak kötnek hozzá a felhalmozott javaimhoz, ezt örököltem a nagypapámtól, ezt ezen vagy azon az egzotikus kiránduláson, nyaraláson vettem, ezért mondjuk 3 teljes havi fizetésemet fizettem ki, vagy csak egyszerűen a felhalmozott javaimból tudom igazolni, hogy valamit elértem az életben. Valamit fel tudok mutatni. Valamit fel tudok mutatni, igen. Vagy az emberi értékemet, értékességemet azzal tudom igazolni, hogy mennyit gyűjtöttem össze. Nagyon érdekes és szomorú témához érkeztünk, mert nagyon sokszor ezek a kacatok, ezek a felesleges tárgyak uralnak bennünket, és szorítanak ki az életterünkből. Nagyon jól látod.
Tavaly karácsonyra kaptam egy könyvet, aminek a rendrakás volt a témája, és először nem is értettem ezt a könyvet, hogy hát takarítani, azt gondoltam, mindenki tud, de ez nem a takarításról szól, hanem a hely csinálásról. Bocsánat a csúnya szóért. Tehát, hogy hogyan tudom a dolgaimat úgy átnézni, több helyhez jussak, és vegyem észre, hogy vannak olyan dolgok, akár ruházati cikkek, akár egyéb fizikai javak, amikből több van a kelleténél. És nem használom. És nem használom, nem okoz örömet, és ezt a könyvet végigolvastam az idén talán kétszer is, és elkezdtem lomtalanítani. Azt gondolnám az átlag ember, hogy hát én nekem nincsenek ilyen gyűjteményeim. Jaj, dehogy de nem. Hogy ne. Ha most kimennénk a gardróba, a szekrénybe, a ruhás szekrényt kinyitnánk, hány olyan vastag télikabát van ott felsorakozva, naftalinban vagy levendulás mojétóban, amit legalább 3 éve nem vettünk fel. De közben azóta vettünk még másikat. Természetesen. Mert vagy akciós volt, vagy az jobban tetszett, vagy kihíztuk, kinőttük, befogytunk egyedek. De majd még visszafogyok. Ezek a majd még jó lesz valamire típusú, félrerakott dolgaink még mindig ugyanoda vezetnek, hogy nem tudunk megszabadulni a felesleges kacatjainktól. Engedjenek meg a költészet napján vagy a kultúra napján egy költői kérdést. Igen. Ha egy kinyúlt pulóvertől nem tudunk megszabadulni, akkor hogyan tudjuk feltételezni azt, hogy az életünkben a megújulás jelen van? Húha! Mennyien emlékhez ragaszkodunk érzelmileg? Hogy ki mit mondott, ki mit ígért, ki mit nem tartott be, igen, ki hol nem adta vissza a kölcsönt, kinek mennyi van a róvásán, kinek a története hol miért akadt el, ki mitől érzi magát szarul, hogy a falat konfliktusok témakörénél maradjunk. Mennyire vagyunk beleragadva bizonyos esetekbe? Vajon mikor tudnánk lapozni? Mikor tudnánk elengedni ezeket a történeteket? Meddig bosszankodunk még évről évre, karácsonyról karácsonyra az elmúlt életünk történetein? Igen. Újra rágjuk. Újra rágjuk a megemészthetetlen. A és aztán, csontot, igen. Aztán azt mondjuk, hogy biztos romlott volt a kaszinótojás, hogy ételmérgezést kaptunk, hogy bocsánat, a nagyi teletömött bennünket, igen, mindennel, hogy a kugló, hogy a begli, hogy a horka már nem kellett volna. Aha. Pedig lehet, hogy ezek szegények csak szemtanúi azoknak a konfliktusoknak, amelyekben mi nem tudunk dolgokat megengedni, elengedni, elfogadni. Gondoljunk csak ezekre az úgynevezett kvázi ételmérgezésekre, hogy mennyit tudunk szenvedni a karácsonyi lakomák után, pedig gyakorlatilag nem az étellel van baj, hanem azzal, ahogy mi a falatokhoz viszonyulunk. Hát ez fantasztikus összefoglalás volt, Réka, és hiába a női lélek és meglátás az mindig egy nagyon lényeges dolog, hogy lássuk a dolgokat, hogy mennyire nem tudatosítjuk, hogy gyakorlatilag a túlélésünkhöz nem kell semmi más, csak víz, levegő és táplálék, ebből meg van elég, és ha azt is tudatosítanánk, hogy üres kézzel jöttünk, és úgyis fogunk távozni innen, akkor talán ezeket a falat konfliktusokat idejében le tudnánk állítani. Úgy gondolod? Teljesen egyetértek, üres kézzel jöttünk, és így is távozunk, de nem mindegy, hogy mit hagyunk magunk után. Igen. És ebben az értelemben nem az örökséget, nem a kedvenc kakukkos órát értem, hanem azt a szellemiséget, amit magunk után hagytunk. Ez ki mivel jött, és mit hagyott örökül, megint csak Hammer doktor jutott eszembe erről a gondolatról is, mert óriási életművet hagyott ránk. Így van. Engedjék meg, hogy zárásképpen
A kultúra A napján. kultúra napján egy Aranyosi Ervin verssel zárjuk ezt a webkonferenciát, amely dr. Rieke Gerdt-Hámmer emlékére született. Elment, becsukott ajtót, ablakot, amit tudott, azt mindent itt hagyott. Bár meggyötörték, hitéért kiállt, s a tudománynak az élére állt. Tisztelte ő a bölcs természetet, elfogadott örök törvényeket, tudta, az élet nem harcot jelent, a logikával épített szebb jelent. Sok milliónak új hitet adott, összegyűjtve sok tényt, sok adatot, bizonyította számos tételét, megmentve ezzel az ember életét. Nem kellenek az ártó vegyszerek, ha lelkedben az okot megleled. Kezedben van a kulcs, a gyógyulás, a változtatás, a végtelen tudás. Ő nem szolgált pénzéhes tudományt, mely nem fejtett meg soha egy talányt, hogy a betegség honnan is ered. A szeretet a legfőbb gyógyszered. Csak keresd meg a kórodnak okát, mely létrejött pár konfliktuson át, amit a lelked mástól szenvedett. Csak látnod kell, rányitni szemedet. A testünk képes gyógyítani magát, s megújítja elhasznált anyagát, s van segítsége, még meg annyi sok, s nem ellenségek, tárna vírusok, baktériumok, gombák, egyebek, ők segítők, hogy jobbá legyetek. A tüneteket kell megérteni, az életünket nem kell félteni. Mert Istenünk csodásat alkotott, tökéletes érző ruhát adott, mely szolgál minket életünkön át, s mi megmérgezzük e szép csodás ruhát. De volt egy orvos, ki megmutatta tán, élhetnénk szebben, egy újkor hajnalán, s eldobhatnánk gyilkolószereket, gyógyíthatna végre a szeretet.